Sziasztok, könyvrajongók! Csaba vagyok, ez itt a könyvelem, és a mai videó egy vlog videó lesz. Rendhagyó módon most telefonnal készítem el ezt a videót, itt a Balaton partján, és a mai videó témája nem más lesz, mint Guillaume Musso-nak a Most című könyve, amit hamarosan elkezdek, és végig fogom vlogolni az olvasásomat. Be is jelöltem Mojon, hogy ma reggel, július 11-én elkezdem olvasni ezt a könyvet, és tényleg a főszövegen kívül semmilyen előzetes információm nincs róla. Készítettem hozzá egy kihívást egyébként Mojon, tehát plecsnit lehet szerezni vele, hogyha elolvassátok a könyvet és hozzátok a teljesítést. Nagyon-nagyon sok jó kritikát láttam róla. Igazából csak a csillagozásokat figyeltem, és nem nagyon olvastam el a szöveges véleményeket, mert nem akartam túl sok információt megtudni a könyvről. Az ismeretségi körömben is sokan elolvasták már, kolléganőm is dicsérte, a feleségem is dicsérte, Vétót Kati is nagyon méltatta, úgyhogy tényleg sokan, akiknek adok is a szavára, azok azt mondták, hogy ez egy nagyon jó Musso regény, úgyhogy szerettem volna megadni a módját, és a szabadságomnak egy nyugodt pillanat elkezdeni, amikor akár egy nap alatt is le tudom darálni ezt a kötetet. Úgyhogy most neki fogok, és meglátjuk, hogy mennyi idő alatt olvasom el. Nos, eltelt néhány óra, és eljutottam a könyvben a 115. oldalig, úgyhogy igazából a délelőttet olvasással és lazítással töltöttem, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig nagyon-nagyon tetszik, berántott a történet. A főszereplője Arthur Costello, aki megörököl az édesapjától egy világító tornyot, és ezen a helyen furcsa dolgok történnek, és egy időutazásban kezd részt venni Arthur. Úgyhogy igazából a természetfeletti vonal erre a kötetre is jellemző, és az, hogy mi történik Arthurról, az tényleg lapról lapra változik, és nagyon izgalmas az egész sztori, és nagyon hamar bevonódtam, és nagyon hamar elkaptam a fonalat. E/1-es a történetmesélés, tehát nagyon-nagyon könnyen el lehet fogadni azokat a dolgokat, amiket Arthur ugye leír, és együtt sodródunk vele, és várjuk, hogy mi lesz a következő életesemény, ami őt éri. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon tetszik eddig, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy letehetetlen. Szerintem délután folytatni is fogom a történetet, hát meglátjuk, hogy meddig jutok benne, eddig teljesen lenyűgöz. Újabb bejelentkezésemkor a 155. oldalon tartok ebben a könyvben, és próbáltam egy kicsit a partról beljebb jönni, hogy ne legyen akkora a szél, de még itt is hatalmas a szél, egy ilyen napraforgó ültetvényen próbálok most videót fölvenni. Igazság szerint a cselekményről nem szeretnék sok mindent elárulni, viszont néhány momentumra azért így ki tudok térni anélkül, hogy bármit is elspoilereznék. Az egyik az, hogy az 1990-es években járunk, legalábbis ameddig eljutottam a történetben, és nagyon-nagyon tetszenek a popkulturális utalások ebben a könyvben, tehát akár filmekre, akár zenékre, akár előadókra, annyira jó ezeket olvasgatni tényleg a 90-es évekből gyakorlatilag számomra mindenki ismert, tehát csupa olyan nevet és olyan filmet vonultat föl ebben a könyvben Musso, amit én is nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy ez az egyik plusz pont, aminek nagyon örültem. A másik pedig az, hogy úgy érzem, hogy ebben a könyvben nincsenek felesleges mondatok és felesleges sorok. Tehát szerintem Musso abban zseniális, hogy bármennyire is pörgő a cselekmény, mindig meg tudja teremteni az adott helyszínnek a jellemzőit, és olyan jól be tudja mutatni, hogy azonnal bele tudunk helyezkedni a következő helyszínbe, meg idősíkba, ahová éppen kerülünk, úgyhogy talán emiatt is nagyon érdekes ez a könyv, hogy milyen határtalan fantáziával van megáldva ez a szerző, hogy ennyi mindent ki tud találni, és mindig valami új helyzetbe sodorja a főhősünket, és vele együtt izgulhatunk, illetve hát igen, végül is izgulhatunk, meg szoronghatunk, hogy mi lesz a következő, de őszintén szólva félni nem félek, tehát nem rettegek rajta, hanem nagyon kalandos az egész, és nagyon jó olvasni, úgyhogy alig várom, hogy folytathassam.
most már azért benne vagyunk a sűrűjében rendesen az eseményeknek, és sok mindenre már fény derült, de nagyon sok még mindig a kérdőjel, és igazából 2-3 szereplő van, aki folyamatosan jelen van, és nem is kell több. Tehát, hogy az az érdekes, hogy bőven elég ez a 2-3 szereplő, és annyira jól csűri csavarja Müsszó ezt a történetet, hogy nem is vágyom arra, hogy több szereplős legyen a történet, sőt, én nagyon szeretek így a főhőssel együtt létezni, és vele együtt menni. Úgyhogy továbbra is azt tudom mondani, hogy zseniális ez a könyv, nagyon jól szórakozom rajta. Továbbra is remekek a fejezetek előtt lévő idézetek, amelyek ugye nagyon jó passzolnak az adott fejezet cselekményéhez, úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy imádom ezt is, mint az összes többi Müsszót. Most már 8 óra múlt, és a 211. oldalon járok Guillaume Musso Most című könyvében. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kötet felénél nyer értelmet igazából a fülszöveg, mert addig igazából csak Arthurnak a történetét követhetjük nyomon, és amikor Elizabeth, vagyis Liza belekeveredik a sztoriba, akkor még azért nem egyértelmű, hogy itt mi fog kialakulni, de hát igazából a fülszöveg elszpoilerezi, hogy köztük szerelmi szál szövődik, úgyhogy most már a történet utolsó része, ami már csak 60 oldal, az tényleg arra fut ki, hogy hogy alakul ez a kapcsolat és mi lesz velük. Ugrálunk továbbra is az időbe, telnek az évek, és hát most már a 2000-es években járunk a történet szerint, és a World Trade Center támadása is belekerült ebbe a műbe, még a 90-es évekből Diana hercegnő halála, tehát továbbra is nagyon-nagyon klasszak ezek az utalások, akár az amerikai elnököknek a sorára, ahogy változnak, és mindig van egy-egy apró utalás tényleg valamilyen popkulturális eseményre, valamilyen dalra, valamilyen személyre, aki éppen meghalt abban az időszakban, valamilyen albumra, amit éppen hallgat a főszereplő Arthur, úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon gördülékeny, nagyon gyorsan lehet olvasni, tényleg döbbenetes, hogy így egy nap alatt ki fogom olvasni ezt a könyvet, de egyszerűen tényleg letehetetlen, és örülök, hogy végül így szántam rá magam ennek a könyvnek az elolvasására, hogy tényleg egyben úgymond le tudom darálni, és nem kell aludni rá egyet, hanem így be tudom falni, és így komplexen látom át az egész történetet és az egész rendszert. Úgyhogy kíváncsi leszek tényleg, hogy egyrészt hogy fog végződni ez a történet, másrészt, hogy miért ez a fülszövege ennek a könyvnek, mert hogy a történet eleje az még nem ezt predesztinálja, ami ebben a fülszövegben van, tehát az egészen máshogy is alakulhatott volna, mert tényleg olyan meglepő a kezdet, de aztán persze belecsúszunk ebbe a szerelmi szába, úgyhogy tényleg kapunk itt mindent, amit Müsszótól már megszokhattunk, tehát rejtélyeket, csavarokat, romantikát, amit én annyira a thrillert nem mondanám, mert hogy inkább ez ilyen kalandos, hogy mi történik a főszereplővel, tehát inkább ilyen kalandszerű ez a történet. Misztikus természetesen a természet feletti vonal miatt, de thrillernek egyelőre én így nem mondanám. Hát majd meglátjuk a végét, meg hogy mire fut ki a történet, de nagyon tetszik például, hogy amikor ez az idézet értelmet nyer, ami a borítón van, én annyira nem rajongtam eddig ezekért, hogy így a borítóra kerültek ilyen mondatok a címen és a szerzőn kívül, de ennél a kötetnél ez nagyon erős, és tényleg nagyon érdemes erre úgymond a fókuszt helyezni, mert tényleg ez a lényegi része az egész könyvnek, és gyakorlatilag ez summázza az egész történetet. Hát meglátjuk. A legközelebbi bejelentkezésem az már csak holnap reggel lesz, most megyek gyorsan, befejezem ezt a könyvet. Sziasztok! Most már július 12-e hétfő reggel van, és tegnap este kiolvastam a Mostot. És azt kell mondjam, hogy a vége előtt nem sokkal, körülbelül már körvonalazódott előttem, hogy mire fog kifutni ez a történet, tehát picit mondhatom azt, hogy olyan tipikus Müsszót kaptam, és a vége csavar, amit sokan emlegettek, az valamennyire várható is volt, és
azt gondolom, hogy maga az üzenet, amit ez a könyv hordoz, az egyrészt ott van a borítón, tehát ez a mondat az, amire az egész történetet föl lehet fűzni, másrészt egy romantikus történet, egy kalandos utazás az idővel, és ami nekem egy picit fura, és most már így, hogy elolvastam, ki is mondom, hogy a thriller címkét nem tartom jogosnak rajta a mólyon, úgyhogy valószínű ezt jelezni is fogom. Én nem gondolom, hogy ez egy thriller, ez egy regény, amiben egy kalandos időutazáson vehetünk részt a főhős Arthurral, aki kapcsolatba kerül a nagyapjával, az apjával, és a Liza nevű nővel, akivel szerelembe esnek. Tehát igazából az alapsztori ennyi, és az ő időutazásán vehetünk részt, vele együtt izgulhatunk. Egyetlen fejezet volt az, amit Liza szemszögéből olvashattunk, egyébként végig Arthur szemszögéből vagyunk, és a végén vannak érdekes megoldások, amiről most nem akarok beszélni, mert a spoilert nem akarom lelőni, illetve nem akarom elmondani a részleteket. El kell olvasni ezt a könyvet, hogy megkapjátok belőle ti is azt az üzenetet, amit én is magammal vittem. Tényleg a summázása az ez a mondat, ami a borítón van, de el kell olvasni ahhoz, hogy ez tényleg üssön, és tényleg úgy vigyük magunkkal ennek a könyvnek az üzenetét, hogy abból tanuljunk. Úgyhogy én nagyon jól szórakoztam, egy nagyon klassz napot töltöttem el műszóval tegnap, és alig várom a szeptember 15-ét, amikor a következő Park könyvkiadós kiadvány is megjelenik, a Regény élet, ami Müsszó legutolsó alkotása egyébként, és a frissessége miatt is kíváncsi vagyok rá, hogy oldotta meg ezt a szerző, illetve hogy mit akar az a könyv. Nagyon tetszik az az almazöld szín, amit kapott egyébként, úgyhogy alig várom, hogy majd élőben is láthassam. Hát már nem sokat kell várni rá, lassan itt van szeptember 15. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy imádtam ezt a műszókötetet, és nagyon örülök, hogy így megadtam a módját, és kivártam ezt a nyaralást hozzá, és egy nap alatt ledarálhattam, mert szerintem így ütött igazán, így tudtam bevonódni annyira a történetbe, hogy tényleg a vége az olyan szinten üssön, ahogy az kell. Úgyhogy ez egy nagyon klassz kis szórakoztató könyv, nagyon jól esett olvasni, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a vlogot, lesz majd még hasonló szerintem a nyár folyamán, és remélem akkor is itt lesztek könyvelem. Sziasztok!